Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Megnézzük, hogy milyen lett a Commandos sorozat rebootja. Ez egy valós idejű taktikai játék egyébként. A legutóbbi játékuk, a Commandos 3, ez 2003-ban volt, amikor még a Gyűrűk Ura ment a mozikba. Azóta volt amúgy remasterjük is, illetve volt egy másfajta játékstílusba való próbálkozásuk, egy FPS játék, az még 2006-os, de az igazi utolsó Commandos az 2003-as. Ezt a Claymore Game Studio fejleszti egyébként, kifejezetten a sorozat újraélesztésére rakták őket egyébként össze, Commandos rajongókból állnak, szóval törekednek arra, hogy így jó legyen ez a játék. Hasonló egyébként a játékmenet az új Hitmanekhez, nagy nyitott pályán vagyunk, és ott kell taktikusan mozognunk, és jól kihasználnunk a környezetet. Titkos szövetséges kommandós egység tagjait irányítjuk, ellenséges bázisra kell beszivárogni, vagy foglyokat kell kiszabadítani, vagy esetleg fontos információkat kell megszerezzünk. Akiket itt láttatok az elején, sőt itt fönt is, 6 különféle kommandóst irányíthatunk, mindegyik egyedi képességgel. Van ilyen riasztási rendszer is egyébként a pályán, szóval hogyha túl sokszor bukunk le, akkor az egész pálya ránk fog vadászni egy idő után. Vannak nehézségi szintek, modernizálták a kezelőfelületet, így jobb lett a játékélmény, nem az az 1000 éves UI, amit láthatunk. És ami talán így újdonsága játékban az, hogy lehet kétfős kóba akár online, akár lokál játszani. Nekem ez volt az a játék, amit így bevittem hát ilyen hálózati órára, és amikor végeztem a Cisco-s feladatokkal, akkor utána a pendrive-be és pergett a Commandos. Én akkor játszottam ezzel a játékkal utoljára, hát az már több mint 10 éve volt. Itt vannak egyébként a beállítások, egy csomó dolog amúgy nem beállítható, mint az se például, hogy legyen felirat, úgyhogy az most nincsen, illetve, mint itt látjátok, lesz majd kontroller támogatás is. Mert a normál nehézség. Jó lesz az nekünk, az a normál. Ez a 2003-os rosszul esett, mert az első részével játszottam, amikor megjelent. Én nem akkor játszottam, amikor megjelent. Szervusz Neutron, szia Fish közben. Mindjárt olvasom jobban a chatet. Szava Bibu. Hú, valami nagyon fura amúgy a grafikával. Egy pillanat türelmeteket kérem. Lehet, hogy a TSR-t érezzük egyébként? FSR amúgy nincs benyomva. Fú, olyan, mintha lenne motion blur is egyébként. Nem tudom, hogy az kikapcsolható-e. Hát így per pillanat nem látok semmi ilyesmit. Jó, visszamegyünk a TSR-re, hát ha úgy jobb lesz. Na. Szóval mozgassuk a kamerát, úgyhogy az egeret. De én hát nem tudom, én jobban szeretem ilyenkor a nyilakat nyomkodni. Azt mondja, hogy alt. Aha. Tehát nyomjam le az altot, és akkor úgy lehet forgatni a kamerát. Jó. Köszi. Igen, itt van ez a
kón, amiben mutatja, hogy hol az, ahol észrevehetnek minket. Aha, hogyha lehasalunk, akkor nem lehet minket egyáltalán. Hogyha... Azt a milyen... Ez de jó volt! Hogy elrepült itt egy repülő? Szóval sárga lesz egyébként, hogyha észlelnek minket. Hát ezt most nem fogjuk letesztelni. Régen is szép volt a Commandos. Na, azt mondja, hogy ha jobb klikkel rányomok, akkor láthatjuk, hogy ki mire lát rám. Oké, szerintem ezzel nem lesz gond, itt simán el tudunk menni. F gyors mentés, F8 pedig gyors betöltés. Bal klik, combat knife. Azt mondja, press left mouse button. Nem csinál semmit. Elnézést, rossz lenne a tutoriál? Én értem, amúgy meg lehetett volna nyomni az A-t is egyébként, tehát hogy nem lett volna ezzel semmi gond, de azt mondta a tutoriál, hogy bal gombot nyomjam, megmondom. Oké. Jó. Nem olvassa végig? De végig olvastam. Jó, rejtsük el a testet. Azt írja, akkor nyom el a bal klikket, ha kiválasztottad a késelse, igen? Na, nagy bokorba kell elrejteni. Jó, várj egy picit. Tehát, control. És le is tudjuk tenni a másik kontrollal. Jó, tehát nem csak bokorban, hanem különféle ilyen elrejthetős területre lehet egyébként lepakolni a testeket. Ne triggereljük az alarmot, tehát nyomunk egy mentést. Jó. El kell pusztítani a rádiót, mármint a radart, és be kell gyűjteni a rádiót. Azt mondja, hogy érdemes lehet lerakni ide egy rádiót, mint figyelemelterelés. Na nézzük, hogy kell. Remote ability button. Nézem közben a kis videót. Hát visszamegy, igen. Jó. Tehát letettük. Remote ability. Tehát nyomja meg az S-t. Ja. Ez a Commandos Origins-nak a demója, srácok. Jó. A rádiót egyébként még föl is lehet venni, király. És jól ide csaltuk az enemit. Aha. Az idei play-ten nem leszek ott? Nem. Nekem így az első pár play-t tetszett nagyon. Mint így, hogy is mondjam.
Mindjárt mondom. Mint aki az eseményt, hogy is mondjam. Mint aki oda megy szórakozni, de mint részvevőként már voltam ott, vagy mint szereplőként a színpadon. Nincs benne lótalás, de most lótaltunk egy pisztolyt. Hát én most itt nem nagyon akarok lőni, max akkor, hogyha oda megy a izélyen srác. Jó. Szerencsére nem volt benne, úgyhogy okések vagyunk. Oké, jók vagyunk. Abban lehet highlightolni az enemiket, a kommandoszokat, illetve a hiding spotokat és az interaktív a dolgokat. Sose volt Play Eaten? Hát figyelj, szerint a legtöbb ilyen gamer rendezvény nagyjából ugyanolyan az elmúlt tizen pár éve. Mármint így, hogy is mondjam. Nekem így legalábbis ugyanannyit nyújtott. Commandos meghatározó game az életedben? Elvileg idén fog megjelenni konzolokra, illetve PC-re is a játék. Na ezt úgy kéne csinálni szerintem, hogy oda rakunk egy ilyet. Oda csaljuk azt. Jó, hogy nyugodtan áshat tovább. Haverja nem tudja egyáltalán, hogy mi történik. Az ott mi lehet egyébként? First aid kitet vettem fel. Az ásós nem látott ránk, arra figyeltem. Az nem lesz jó. Szerintem őt lelőjük. Ennek kettő lövés kellett. Húha! Az baj. Szóval kell nekünk az ásó. Aha, emberünk el tud bújni, el tudja ásni magát. Jó, akkor itt az lesz, hogy a patrolt megnézzük, hogy hogy megy, és megpróbálunk mögéjük menni. Meg lett a kördöt? Krisz, na, gratulál hozzá. Szóval sütke. Fú, nem tudom, hogy mit írt itt amúgy az előbb a játék. Ha túl közel vannak egymáshoz, akkor a melee az jelezhet a másiknak. Aha. A gárdok azok nem hagyják el a pozíciójukat. Ők abba különlegesek, közben itt írta a játék.
Na és közben kaptunk egy másik karaktert. Ő, neki, ahogy látom, az a neve, hogy Marin. Gyors mentünk egyet. Mari. Na a Marinak szerintem ide kell mennie. Ez új kommandosz, aha. Jó, értem, lehet zoomolni, meg lehet pörgetni a kamerát, de én nem akarok ilyet csinálni. Dobókés. A dobókés olyan azonnal öl? Elnézést. Tehát amikor mondom, hogy dobókés, miért megy a nyakába a karakter? Azt lehet tudni? Na, tehát akkor mehet újra. Jó. Tehát, dobókés! Na, csak sikerült. Kontrollt, nem kellett semmi se nyomva tartani, egyszerűen valamiért, ha hasalásba vagyok, akkor valamiért oda megy a nyakába. Szia Morbul, szia Willy. Na Willy, itt van a Gamesz, amit mondtál. Na, szóval a dobókést vissza kell szerezni, mielőtt újra használhatnám. Mehet is. De mi ez? Most is oda ment mellé. Mi az, amit benézhetek szerintetek? Mindegy, mentünk egyet. Az a biztos. Hallgatnál gerépára a kontrollal? Na, azt mondja, hogy dobjunk kavicsot. Jó. Nem jó. Lehet érdemes először range-be menni és utána dobni? Lehet amúgy. Most is oda megy. Akkor nyomom a kontroll, tessék. Jó, ahogy látom, ezt itt hagyjuk egyébként. Itt az van, minden egyes skill, meg minden egyes szituáció után örög a mentés. Na, ők azok, amik így nem mozdulnak. És vajon vele mit akar a játék? Mit csináljunk? Késeljük meg? Ennyi. Közben a másik karakter azt kérdezi, hogy mi tartott ilyen sokáig. És most már kettő között tudunk választani. Ez mikor jött ki? Még nem jött ki. Most van a demo utolsó napja, ha akartok vele játszani, akkor Steamen, ha jól tudom, este 7-ig lehet velem. Hát én köszönöm az ajánlást, Willy. És ez vajon mi lehet ez a jel? Másik karakterrel föl lehet venni ott a lootot? Aha. És akkor nyomok egy J-t. És legránátozzuk ezeket itt. Hát ez... Ez nem tetszik nekem. Nem gránátozunk oda. Tegnap kipróbáltam a Mandragora demót. Bő egy órát játszottam, de tetszett. Brutál jó a Mandragora.
Én nem tudom, hogy ez miért van, de nem nagyon szeretek amúgy kamerát mozgatni. Van environmental kill is egyébként. Gondolom rá lehet lőkni azt a cuccot. Jó, dumálnak. Jó, lehet neki nem fog feltűnni, mit szóltak. Ja, nem is ő jön. Ott volt egy fegyver a földön, de az annyira nem érdekes, ahogy látom. Mi? Most is nyomtam a kontrollt és így mellé dobta a kést, WTF. WTF! Édes Istenem! Egyes dobott a kockával, igen, sajnos. Belesütött a nap a szemébe? Tehát ha piros, akkor jó. Most nem nyomtam kontrollt például. Tehát akkor ő az, ugye? Ő ott pisil amúgy. Jó, mentés. Ő mennyire lát ide? Hát... jó. Így van, minden kill után menteni kell. Double kill, így van. Húha, itt azért sokan vannak. Tehát... ő rá lát rá. Tehát itt mindenféleképpen csalogatni kell. A kérdés, hogy ez a tag, ez mennyire lát rá, itt mindenre. Szerintem ide kéne elcsalogatni mögé ezt a formát, vagy azt ide. De inkább azzal kéne kezdeni. Úgyhogy a Marinnal itt elbújunk, bár amúgy követ is lehetne dobni. De gondolom a rádiónak nagyobb a range-e. Micsoda? Hát azt mondja, fel tud venni a barrelt. Érdekes. Érdekes. Opa. Akarjunk ilyet csinálni? Hoppácska, gabcsi. You have returned. Köszi szépen a 83 hónapost. Mizus, mizus.
De miért akarnék ilyet csinálni? Csak szimplán lekéselem. Na mehet. Zeig dich. Ich gehe mal nachsehen. Wer ist da? Vesta. A Vesta szüzek. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszi, köszi Gabcsi a támogatást. Zoli, neked is köszi szépen. Aha. Jó, akkor itt megint egy rádiózás lesz. Méghozzá... ide tesszük a sarokba. Kíváncsi, hogy itt fogsz-e szenvedni, én az ilyen játékból mindenkit is megölök hang nélkül, azt is, akit nem kötelező. Én már nem emlékszem, hogy hogy játszom ezeket a gémeket. Ez ilyen puzzle játéknak néz ki? Igen. Zeig dich! Zeig dich! Das ist unrichtig. Was geht da vor? Na gyere! Hopp! Ops. Először a rádió, aztán a többi. Jó. Oda megyünk, lekéseljük az öreget. Destroy the radar. Elnézést, hol van radar? Asztalat, de befostam, ez mi volt? Destroy the radar. Ó, ez a radar. Aha. Hát akkor például ebbe az irányba el se kell menni? Aha. Azért megöljük, tessék. Csak gerépa miatt. Gerépa azt mondta, ha nem ölöm meg, akkor nem fog küldeni 5 subgiftet. Megfenyegetett sajnos. Micsoda retro élmény, szabad arra baj. Jó látni ilyen szép köntösbe ezt a gémet? Tudjátok, hogy mi a legjobb? Hogy ez elvileg így jó is lesz ez a játék, mert Commandos fanok azok, akik így foglalkoznak ezzel. Te arról beszélsz, hogy ezeket is itt meg kéne ölni? Öljük meg, srácok. Öljük meg őket. Na jó. 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 Egy alszik. Jó. Na és most ki kéne csalni 3-at, vagy 4-et. Valahogy így. És valahogy le kéne lőni őket. Igen, igen, ez most Wolfkiller. Aha, ez jó, jó hely lesz. Mázli. Igazából nincsen kútba, de ölni jó. Ez egy megfenyegetett. Gerépa megfenyegetett. Minket nem teltek már, srácok. Amúgy a hordó lehet, hogy rám fog robbanni. És nem csak, hogy lehet, hanem valószínűleg biztos.
nem igazán zavartatják magukat. Elnézést. Hogy lehet eltenni vajon a pisztolyt a kezemből? Na jó. Ki akartátok? Vajon mennyire fog robbanni az a hordót? Semmi baj. Semmi baj. Megöltem a haverjaikat, de semmi gond. Nincs baj. Oké. Visszament ő is, inkább aludni. Ja. Na. Az most már csak érdekes, nem? Ezt valószínűleg nem dolgozták ki. Én azt tippelem. Arra tippelek, hogy ezt annyira nem dolgozták ki. Mit gondoltok? Érdekli a fenét. Nekem a gránátot add oda. Mindegy, akkor kidobjuk oda. Hát én itt vagy fél óráig szenvedtem, erőszakkal kicsaltam valahogy az embereket onnan. Na és mi volt a megoldás a kicsalásra? Ja, a gránát ott van a dobozban. Látom már. Ja, ez amúgy lehet, hogy a normál nehézség miatt van. Na, amúgy például itt horog kereszt lenne a zászlón, hogyha az benyomnám, csak az a helyzet, nem emlékszem a Twitch szabályzatra, úgyhogy inkább kikapcsoltam. A rádiót meg már nem tudom fölvenni, mert szétlövettem? Vagy ez most hogy lehet szerintetek? Beszaladtam, aztán ők meg ki utánam. Ja, Streamente sem utagatnál a horror keresztet? Jó, de most érted, az, tehát ez egy játék része, tehát nem az, hogy én hordom a pólómon, hanem a játékban van. Júj, júj! Ich geh mal nachsehen. Ich behalte die Umgebung im Auge. Ich behalte die Umgebung im Auge. Verteilt euch! Jézus. Tudják. Futi. Az baj. Ez a fajta történelmi mozdítás egyébként nagyon veszélyes. Jó, ezt most nem csináljuk meg újra, srácok. Szóval szerintem egyébként ilyen történelmileg, hogy is mondjam, tehát egy második világháborús, vagy eset, tehát így érted, abba szerintem, hogy most így mutatnak horror keresztet, most így, oké. Szerintem. Ezt úgy akarom dobni, hogy ők ne legyenek itt. Kipróbáltad a Tower Factory-t? Azaz, amikor ilyen futószalagon mennek a... Tehát egy Tower Defense játék és futószalagon mennek oda a dolgok? Aha, jó. Mégsem most dobjad. Hát azt úgy kell dobni, hogy ott legyek a range-be. Azaz, aha. Ja, azzal szemeztem én is. Easy. És mondjuk őket se érdekelte, pedig amúgy ők is benne voltak a range-ben. Fú, egy kicsit furán működnek amúgy az NPC-k, nem? Őket pedig jó lenne lelőni. Bár a robbanás az nem tudom mennyire lehet veszélyes.
vagy hogy meddig tudunk egyáltalán ellőni. Ezt mindjárt megnézzük. Lehet, hogy normálon ilyen könnyű lenne? Hát nem kéne, pont hogy a normálon nem kéne ilyen könnyűnek lenni, akkor milyen lehet az easy? A question is, how are we supposed to blow that thing up? There must be something we can use nearby. Ki lehetne őket csalni például? Jó, egyet megpróbálok majd kicsalni. Gyere, gyere! Was? Soll das ein Scherz sein? Was? Jo. Was? Wir werden angegriffen. Nem tudja. BTF. BTF. Nyomj egy hit. Understood. Remélem nem a társadra nyomod. Húha, ez nagyon bénán néz ki, srácok. Srácok, ez így nagyon gagyi. Az a gránát az egyébként hol van? Ja, de most annyi történt, hogy észrevettek minket egyszer, tehát amíg kétszer észrevesznek minket, az nagyon nem jó. Most ez micsoda? Ja, megvan, oké. Nem látom, hogy hol a gránát. Nem jó. Basz! Menj ne onnan! I was trained for this. Ezt nem így kéne megcsinálni. Jó. The target's close. Question is, how are we supposed to blow that thing up? There must be something we can use nearby. Tehát ennek valahol ott kell lennie. De most játszunk úgy, mintha a játék normálisan működne. Tehát ezt ide rakjuk, ő meg fogja hallani, és ki fog jönni. De a másik remélhetőleg nem fog kijönni. És csak akkor nyomjuk ezt meg, amikor ide érnek. Elnézést. Elnézést! Most az van, hogy várni kell még egy kört. Nem akar normálisan működni a játék, ez szomorú. Bezzeg régen, a régi szép időkben. Szerintem fel kell vállalni azt is, amikor az emberiség nem volt a topon emberségből. Hát ezekből is lehet tanulni, igen. Na most kell majd nyomni. A régi kommandos olyan néz volt, hogy nem is tetszett. Na most figyelj. Vasz? Was? Mi van? Ja, a hullát észrevette. Persze, hogy észrevette a hullát. Was? Igen. Ez baj. Ez valóban baj, srácok. Was? The target's close.
question is, how are we supposed to blow that thing up? There must be something we can use nearby. Na várjál. Basszus, nem néztem meg a range-et. Ez olyan, hogy aki nem ismeri a történelmet, az megismétli vagy mi. Igen, ilyen van. Na, elvittük oda a hullákat abba a bokorban. Vasz. Na most nagyon vasz lesz. F5, vasz. Vasz. Nézd-e! Ich geh mal nachsehen. Was? Consider it done. Mert was? Was? Júj, ott a csávó. Hú. Igen, elvileg még idén fog érkezni ez a folytatás, ez még csak demo. Egy spanyol-amerikai filozófus, George Santayana mondta ezt. Oh, miket nem tudsz, Iston? Én a régi Commandosban nem lopakodtam, hanem csak szétlőttem mindent, mert pisztolyban a végtelen döltény volt. Mindig volt egy ajtó, amiben rengeteg hulla egymás egyén hátán volt, igen? Na, itt most már van töltény. Vasz? Na, el kell vaszolni őt, mondjuk oda vasz. Hova vasz? Oda vasz. Na, gyere csak. Mondjuk őt is őt nem lehet elvaszolni, tehát ő az utolsó. Na jó, de itt a radar. És el kell pusztítani a radar. Tehát nem is feltétlen van szüksége arra, hogy én most itt mindenkit likvidáljak. De azért egy vasz az jöhet, mit szóltok? Az a gond, hogy nem tudunk vaszolni. Uha. Ő hova lát? Ő rálát. Jó, akkor úgy kell, hogy oda tesszük. Ide. És mögé megyünk. Jaja. Vasz? Na, azt kell megnézni. Hogyha én mondjuk ott vagyok, az mennyire jó? Tehát neki ez mennyire... Ajaj, mennyire lesz ez neki gyanús? Hát megnézzük. Aha. Jó. Tehát ha ez neki gyanús, akkor inkább a másik oldalra kell rakni, és akkor talán tudunk egyet kerülni. Jó, Dajna, köszi szépen a 19 hónapot. Köszi. Peregjenek, srácok, a szvegek. Vasz! Jó, tehát ez igazából csak neki gyanús. De nem erre kéne menni. Neked is új, hogy létezik ez a játék? Hát még csak demo. Passz! Tehát... Ha itt mindenkinek minden gyanús, akkor mondjuk, hogyha így csináljuk, talán jó lehet. Passz! Ich geh mal nachsehen. Was? Na most. Hopp! Ott is van. Megvaszolva. Na gyere. Ők ott nagyon nézik egymást, és az van, hogy meg kéne nézni, hogy ha lelövöm... Ó, tökéletes.
Már csak a módot kell megtalálni arra, hogy hogyan lőjem le azt. Ezen áll a sok kontent és a sok javaslatért, ami aztán vehettem meg. Na ez is például olyan? Basz! Na. Hoppá. Na. Szerintem azt ott szét kell lőni. Az igen, a romok alatt hogy átment a Marin? Mikor játszható rendesen a játék és nem a demo? Hát amikor megjelenik. Elvileg idén. Na itt van, a teljes játékban 6 különféle kommandós lesz. 14 operációban. Ennyi. Ez akkor ennyi. Ez tényleg ilyen kis csepnyi betekintés, nagyjából fél óra alatt kimaxolható az élmény. Hát amúgy Commandos élménye az amúgy van, tehát hogy így a feelingre amúgy olyan, csak hát hogy is mondjam, nagyon furák az ellenségek. Tehát nem elég agresszívek az a helyzet. Én azt vettem észre ebben. Nem tudom, hogy nektek ez így, hogy tehát feelingre amúgy tényleg Commandos feeling, tehát ez tagadhatatlan. Viszont az, hogy bedobtam egy gránátot, felrobbantottam egy hordot a háznál, és a csávó visszafeküdt aludni, ahelyett, hogy jobban szétnézett volna, az olyan fura volt. Ez még a legbasicabb tutoriál? Ja, amúgy lehet, hogy azért amúgy ilyen, mert hogy tutoriál, csak érted, most itt fitoktatni kellett volna azt, hogy na ez a Commandos, ez most olyan Commandos, mint régen. Ehhez képest meg ez, hát nem tudom, ilyen kis... Tehát, hogy kívülről látod a házat, hogy milyen szép, aztán bemész, és látod, hogy amúgy próbál összedőlni. Tehát, hogy ez volt az élmény ennél nekem legalábbis. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy a teljes játék milyen lesz, hogyha ez tényleg csak egy tutoriál volt, és amúgy a játék az fantasztikus lesz, akkor itt a végén, amit most mondtam, ezt felejtsétek el. Hát köszi a figyelmet, illetve az ajánlást is.